Jó napot kívánok, tisztelt hölgyeim és uraim! Először is engedjék meg, hogy ahogy a Martonyi János az előbb számba vette, immáron 11-szer megköszönjem a Polgári Magyar Együttműködés Egyesületnek, annak mindenkori elnökének, hogy megadták nekem azt a lehetőséget a meghívással, hogy itt ismét együtt szembesüljünk hazánk állapotával. Köszönetemet és elismerésemet szeretném kifejezni az Egyesületnek az álhatatosságért és a kitartásért, amellyel újra és újra összehív bennünket. Természetesen engedjék meg, hogy külön köszöntsem én is a Mádl házaspárt, mindig is megtisztelő és bátorító volt számomra a jelenlétük. Köszönöm, hogy itt vannak. Tisztelt hölgyeim és uraim, kedves barátaim! Az előbb Martonyi János fölidézte 1989. június 16-ának egy pillanatát, akkor ott a beszédeket ellenőrző bizottság biztatására a mondandómat 5 percbe kellett összesűrítenem. Sajnáltam ezt, talán szerénytelenül, de azzal vigasztalódtam, hogy Churchill Fultoni beszédje is csak 8 perc volt. Ma azonban több idő áll rendelkezésemre. Arra szeretném biztatni önöket, hogy hosszú délutánra készüljenek. Sok mondani valóm van. Az ország állapota is indokolja ezt. Persze nem szeretnék abba a helyzetbe kerülni, mint a történetbeli lelkész, aki miután hosszan beszélt, az istentiszteleten lévő gyermek megrángatta édesapjának a kabátját, és megkérdezte, hogy mikor fejezi már be a bácsi. Az apa csak annyit mondott, hogy fiam már befejezte, csak nem tudja abba hagyni. Nos, tisztelt hölgyeim és uraim, bizonyára emlékeznek rá, hogy tavaly elmeséltem önöknek, hogy miközben írtam a beszédet odahaza, a rádiót hallgattam, és ott előre bemondták, hogy miről fogok majd beszélni. Az is előfordult már itt az országértékelők hányattatott történetében, hogy a Magyar Szocialista Párt feladta a rendelést, mint valami étteremben, a pincérnek vagy a prímásnak szokás, miről kellene beszélnem. Azt hittem, hogy a képtelenségeket már nem lehet tovább fokozni. És tessék! Idén már meg is írták a szöveget, megírtak egy szöveget, hogy saját beszédem gyanánt talán azt olvassam föl. Nem tudom, érzik-e, ahogy az időutazás keltette légáram borzolja a frizurájukat. Vagy ha nem a frizurájukat, akkor inkább az idegeiket. Mégiscsak idegesítő dolog, hogy valaki elfelejti, hogy 20 évvel ezelőtt volt egy rendszerváltás, elfelejti, hogy ma már nem az egypártrendszer szocializmusában élünk, amikor még meg lehetett valakinek mondani, miről és mit mondjon. Az a kisebbik baj, tisztelt hölgyeim és uraim, hogy elvétették az évszámot, sőt az évtizedet. A nagyobbik baj, hogy mindezt egy kormányzó párt teszi. Még nagyobb baj, hogy 7 éve ezt teszi. Kormányzás helyett az ellenzéket támadja, az ellenzékkel foglalkozik. Nem csoda, hogy ide jutottunk. Kellő tisztelettel csak azt tanácsolhatjuk a szocialista barátainknak, hogy ideje lenne, hogy ne az ellenzékkel, hanem végre az ország gondjaival foglalkozzanak. Tisztelt hölgyeim és uraim! Bármerre fordítjuk a fejünket, mindenhonnan a válság hírei ömlenek ránk. Néha szemléletes módon írják le mindazt, ami történik a világban. A napokban egy nagy bank belső elemzése került a kezembe, amely nagyjából a következőképpen írta le a helyzetet. A robotpilóta leállt, hiába nyomkodja a pilóta az újraindító gombot. Az irányító központtal megszakadt a kapcsolat, az iránytű megbolondult, a rendszer lefagyott. Így fagyott le a világgazdaság rendszere, az újraindítás rutinja nem működik, újra kell írni a szoftvereket. Az elemzések szerte a világban nagyjából erre a kaptafára készülnek. Vezénylési, irányítási rendszer meghibásodásáról szólnak. Nekem azonban így, ilyen egyszerűen gyanús ez a válsághistória. Én nem tudok szabadulni attól a gondolattól, hogy talán másról lehet itt szó. Talán nem az irányító rendszerrel, sokkal inkább a hajtóművel lehet a baj. Nem tudok szabadulni attól a gondolattól, hogy hiába születik a válságok elemzésének lassan már könyvtárnyi irodalma, mégis, mintha a lényegről nem esne szó. Mintha a legszembetűnőbb igazságot kerülnék ki a viták. Nevezetesen, hogy a válságnál egy mélyebb és fontosabb dolog megy végbe, amelynek a válság csak a fölszíne.
Egy változás, egy korszakos változás tanúi vagyunk. Az a meggyőződés alakult ki bennem az elmúlt hónapokban, hogy a válság valójában egy korszakos változás látványos, kellemetlen és kétségkívül gyötrő kísérő jelensége. Úgy látom, inkább arról van szó, hogy lezárult a világban egy 80 éves, és Közép-Európa történetében pedig egy 20 éves korszak. Természetesen nem könnyű kiszakítani magunkat a válságbeszámolók, a válságtudósítások bűzköréből. Komoly erőfeszítést, szellemi erőfeszítést igényel a válság és a változás közötti lényegi különbség megragadása és leírása. Kedves barátaim, ha egy írógép elromlik, az válság. A munka csak akkor folytatható, ha így vagy úgy kezeljük a bajt. Jön a szerelő, megjavítja, és mi folytathatjuk ugyanazt a munkát, és ugyanúgy folytathatjuk, mint korábban. Ettől eltérő, más, lényegileg különböző helyzet az, ha azért áll le a munkánk, mert az élet új feladatokat állít elénk, mint a szövegszerkesztés, táblázatkezelés, adatbázisok létrehozása. Ezekre a legjobb írógép sem képes. Épeszű ember ilyenkor nem is kezd írógépszerelőket hívni. Ugyanis írógépből semmilyen eszközzel sem lehet számítógépet fabrikálni, amire ilyenkor szükségünk volna. Ilyenkor az épeszű ember nem a részleteken változtat, hanem az egészen. Alapjaiban új megoldásokat keres, alapvetően új megoldásokhoz nyúl. Ha az új kihívásokra választ akarunk adni, akkor nem az írógép válságát kell kezelni, hanem egy új gépet kell alkotni, ami a mi példánk esetében egy számítógép. Vagyis immáron a lényeg, maga a változás és az újítás. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A nagy, a történelmi alapokat is átrendező változások általában akkor következnek be az életben, amikor egy egész régi szisztéma saját lényegénél fogva val kudarcot. Vagy mert eleve hibás volt, rendszerhibás, vagy mert idejét múltá vált. Hogy a világban mozzajló megújulás esetében, a két ok közül melyik volt az igazi, melyik indította be, vagy egyszerre mindkét forrásból táplálkozott-e, nos, ezt nehéz megmondani. Talán akkor járunk legközelebb az igazsághoz, ha azt mondjuk, hogy a most lehanyatló gazdasági rendszer egész egyszerűen kinőtte, szétfeszítette a saját kereteit, a saját eszközeit, a saját alapvetését, és ezért vált működésképtelenné. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Naponta bukkannak fel a bajok súlyosságának érzékeltetésére az 1929-es és 33-as világválság képei. Valóban vannak kísérteties hasonlóságok. De a lényeg, éppen a lényeg, az különbözik. Akkor a válságot az áruk túltermelése okozta. Emlékezhetnek rá, mindenki föl tudja idézni a képeket, tengerbe öntött tej, kávé vagy éppen búzaszállítmányok. Mert az embereknek nem volt elég pénzük, hogy megvásárolják azokat. A mai válságot azonban, a mai világválságot azonban nem az áruk túltermelése okozta. Azt kell mondanom, hogy inkább a pénz túltermelése. Igen, a pénznek lehet túltermelése. Most nem arra gondolok, hogy túlságosan buzgók és szorgalmasak voltak a nyomdagépek, és a kelleténél több valutát nyomtak volna. Arról van szó, hogy a világ egy olyan pénzügyi rendszert épített föl, amely egyre több hitelt teremtett, valóságos fedezet nélkül, ez valójában pénz, és így az egész világ pénzügyi rendszere egyre jobban elszakadt a valóságtól. Képzeljék el, hogy a világ teljes jövedelmét tízszeresen meghaladta a banki és tőzsdei ügyletek buborékok összege. Ezek mögött nem volt, mert ilyen összegben, ilyen mértékben nem is lehetett fedezet. Nem lehetett igazi vagyon, áru vagy gazdasági erő. Most ez a buborék pattant el. Ez omlik most össze a szemünk láttára kártyavárként. Ezért gondolom azt, hogy szükségszerű, hogy a világ megújuljon. Ezért nem elegendő csak a szoftvereket újraírni, új hajtóműre, sőt meg lehet, hogy új hajótestre is szükségünk lesz. A változás megkezdődött. Nekünk magyaroknak érdemes meglátnunk a változás fájdalmain túl a változás kínálta esélyeket is. Egy alapvetően megváltozó világban mindenkinek esélye nyílik jobb helyzetet teremteni, mint amelyet korábban birtokolt.
egy új, egy másfajta versenyben, a régi versenyben, a régi szabályok és régi föltételek között lemaradottaknak is lehet több esélyük. Ez okot ad arra, hogy minden nyavaján közepette is a reményre összpontosítsunk, már hogyha idejébe észbe kapunk és méltóztatunk szembenézni a valóságos helyzettel, akkor megláthatjuk a válság kínálta remény lehetőségét is. Persze a kockázat is nagy. Ha kimaradunk a változásokból, és a világgazdaság újra megindul, előfordulhat, hogy a világgazdaság újra meginduló szerelvényéhez nem tudjuk odakapcsolni Magyarország vasúti kocsiját. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, a változás, amiről beszélek, mélyebb és szélesebb lesz, mint azt a világban általában gondolni szokás. Önök is emlékezhetnek talán arra, hogy valamikor a 70-es és a 80-as években körbeutazták a világot olyan szenzációs mendemondák, hogy fontos emberek, akik gyógyíthatatlan betegségekben szenvedtek, hibernáltatják magukat, abban reménykedve, hogy amikor majd 20-30 év múlva fölkeltik őket, akkor már lesz orvosság a ma még gyógyíthatatlannak gondolt betegségükre. Nehezen hihető, hogy ilyesmi a valóságban megtörtént volna, vagy megtörténne. De mégis képzeljük el egy pillanatra, hogy valaki 2000-ben hibernáltatta magát. Ha 2020-ban fogják fölkelteni, azt hiszem, alig ha ismer majd rá az akkori világra. Akinek van szeme a látásra és van füle a hallásra, aki ráadásul nem zárja be az elméjét az eddig ismeretlen világgazdasági történések előtt, az ráébredhet. Ma már nem az a hír, hogy válság van, a hír az, hogy a világ változáson megy keresztül. A hír az, hogy egy új világ születik. Ugyanis a válság és a válsággal folytatott küzdelem fölszínre hozta és fölgyorsította a mélyben már jó ideje zajló folyamatokat. A jelek olyan egyértelműek, hogy nem lehet nem észrevenni őket. Néhány éven belül egészen más világban fogunk élni. A megújulás át fogja rajzolni a politikai, a gazdasági, de még az is előfordulhat, hogy a földrajzi térképeket is. Másképpen működik majd a gazdasági rendszer. Sőt, a leharcolt és elfáradt kapitalizmus szó helyett könnyen lehet, hogy még a neve is más lesz. Másképpen működik majd a pénzügyi rendszer. Meg fog változni a bankok szerepe. Fölcserélődnek a világgazdasági szerepek. Lezajlik a világ mozzajló gazdasági újrafelosztása. Megváltozik kontinensek és kultúrák egymáshoz való viszonya. Más kulcsfogalmakat hallhatunk majd a közbeszédben. A politika és a gazdaság nyelvében is. És megváltoznak a világ hatalmi erőviszonyai is. A felemelkedő hatalmak ugyanis a gazdasági növekedésükből, az iszonyatosan gyors gazdasági növekedésükből származó dollár milliárdjaikat előbb vagy utóbb átszivattyúzzák a védelmi és a katonai kiadások területére is. Tegnapi rövid hír, de elárul valamit a jövőről, hogy bár Kínában a következő évben mintegy 7%-os gazdasági növekedést várnak, mégis 2009-ben 15%-kal fogják növelni a katonai és a védelmi kiadásaikat. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Természetesen, mint minden válságot, ezt is meg lehetett volna előzni. A válság azért szélesedett ki, mert az államok elengedték a bankok, a tőzsdék és a pénzvilág kezét. Lemondtak a pénzteremtés ellenőrzéséről, a pénz pedig kibújt a nemzetállami keretek közül, globális pénzpiaccá alakult, majd immáron állami ellenőrzés nélkül féktelen pénzteremtésbe kezdett. Nehéz elhessegetnem Goethe vészjósó megjegyzését, amit a papírpénz megjelenésekor vetett papírra, valahogy így, ebből még nagy baj lesz, mert ami megtörténhet, az meg is fog történni. Nos, tisztelt Hölgyeim és Uraim, ha az államok nem mondanak le korábbi jogaikról, ha nem mondanak le a beavatkozás lehetőségéről, akkor a válságot talán el lehetett volna kerülni. Persze, az is igaz, hogy ez egy régi vita. Helyese beavatkozni a gazdaság a piac működésébe? Szükséges-e ez, és ha igen, akkor milyen mértékben? Eleinte persze nem tűnt szükségesnek, mint ahogy a Kressz közlekedési szabályainak megalkotása sem tűnt eleinte fontosnak. De ma már senki sem hiheti, hogy a Kressz szabályai nélkül ne zuhanna a közlekedés veszélyes anarchiába. Amíg a piacgazdaságnak lassú, egyszerű és országhatárok közé szorított szereplői voltak, addig senki sem igényelte a szabályozást. Azonban a második világháború után történt valami meglepő. Európa keleti felét és Ázsia jelentős részét is
eluralta az eztelenül túlszabályozott gazdaság, amit szocialista tervgazdaságnak neveztek. A piaccal szemben az állam minden hatóságát hirdető eszmék világkörüli hódító útra indultak, Latin-Amerikát és Afrikát is elérte a fertőzés. Sőt, néha még Nyugat-Európa is lépést tévesztett, ami nem meglepő, hiszen az egészet ők találták ki. Tulajdonképpen egy nyugati importról van szó. A 80-as évek végén azonban talán mindenkit meglepő gyorsasággal és látványossággal az eztelenül szabályozott gazdaság és társadalom gyorsan és látványosan összeomlott. Összeomlott a Szovjetunióban, a KGST-ben és az ázsiai országokban is léket kapott. A nyugat mindenről azt gondolta, hogy ez a totális diadal. Mindezt, a mi összeomlásunkat a szabad piac teljes győzelmeként értelmezte, és meghirdette a piac minden hatóságára épülő új társadalmi rendet. Valójában ész nélkül szabadjára engedték a kapitalizmust. Ahogyan erről a most hivatalba lépett amerikai elnök nyilatkozott, a rövid távú üzleti érdekek felülírták a hosszú távú fejlődés szempontjait. És a piac önszabályozó képessége valóban ennek már nem tudott megállt parancsolni. Egyre többen mondták ki, a világ átesett a ló egyik oldaláról a ló másik oldalára. Még Soros György is, akit legkevésbé sem lehet a bankrendszer, a pénzügyi spekulációk ellenségeként föltüntetni, leírta, hogy a nemzetközi bankrendszerben nyilvántartott pénzösszegeknek csak egy töredéke létezik valójában. Mások is, köztük jó magam is, beszéltem és írtam arról, hogy változásra van szükség. Hogy a piac minden hatóságának a dogmáján túl kellene lépni. Új alapelvekre kell helyezni a jövőt. Hogy a mindennapi életben nem működik a láthatatlan kéz, amely fenntartaná a piac és a társadalmi egyensúlyt. Ha működik láthatatlan kéz vagy kezek Magyarországon, azok leginkább olyanok, amelyek az emberek zsebéből varázsolják ki a nehezen megkeresett forintjaikat. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 20 évvel az eztelenül túlszabályozott gazdaság és társadalom után szemünk láttára omlik össze az ész nélkül szabadjára engedett piacgazdaság és társadalmi berendezkedés. A tanulság világos. Egyik esztelenség bukása nem indok a másik esztelenség fölmagasztalására. El tudták volna önök képzelni a kapitalizmust, a kapitalizmus megteremtőjének korszakában azt, hogy a Rothschildok mondjuk úgy adnak hitelt, hogy amögött nincs igazi fedezet. El tudták volna önök képzelni azt, hogy a hitel szerzője, Széchenyi, részt vett volna egy olyan kormányban, amely nyakló nélkül vesz fel hiteleket, amit aztán jóléti kiadásokra költenek, vagyis nincs fedezete, mert a fölvett pénz, hitel egy huncut garas sem termel. Nos, tisztelt Hölgyeim és Uraim, talán ami most történik elegendő, hogy a világ kiózanodjon. Kiózanodjon a féktelenség imádatából, amely lassan már nem csak a piacgazdaságot jellemezte. Talán. A horizonton már megmozdult valami. Körvonalazódni látszik a józan ész korszaka, amely reményeim szerint észszerű arányokat, mértéktartást, a világ természetes rendjének és törvényeinek elismerését hozza majd. Reményeim szerint mindaz, aminek most szenvedő alanyai vagyunk, elvezet bennünket az eszétvesztett kapitalizmus korszakából, a józan piacgazdaság korszakába, ahol a piacokat észszerűen szabályozni kell. Ebben bízhatunk. A világnak előbb vagy utóbb be kell látnia, mégiscsak észszerűbb dolog pénz és ideológiák helyett az embert állítani a középpontba. Elsősorban az emberi jó és rossz tulajdonságaira figyelni. A világ végül is most már igazán beláthatná, hogy minden az emberen múlik. Ha jól működik egy óra, egy autó, egy piac, az csak azért működik jól, mert akik működtetik, jól működtetik. Ez persze közhelynek és evidenciának is tűnhet. De gondoljunk a mostani válságra. Rögtön megláthatjuk, nem az. Jól érzékelhető ennek az egyszerű gondolatnak a jelentősége, ha arra gondolnak, hogy nem a bankrendszer, nem rejtélyes piaci törvényszerűségek, nem személytelen piaci erők okozták a válságot, hanem konkrét bankárok, konkrét brókerek, hitelezők, pénzügyi tanácsadók, hitelminősítők, konkrét nekik falazó politikusok és szakértők, és persze a hitelfölvevők, akik fedezet nélkül fölvették, és el is költötték a nekik adott pénzt. Valójában nem elvont elméletek, nem elvont összefüggések, hanem konkrét emberek és valóságos személyek hazudtak,
csaltak, ők éltek vissza a hatalmukkal, és erre építették a saját személyes meggazdagodásukat. Vagyis, tisztelt hölgyeim és uraim, a letűnő világ kudarcához is végső soron emberi tényező vezetett el bennünket. A régi vezetők a régi gondolatokkal és beidegződésekkel és a régi eszközökkel nem tudták fenntartani ezt a régi világot. Ezért aztán most egyszerre szakadnak a nyakunkba a világ pénzügyi, ökológiai, demográfiai és bizony morális problémái is. Ha önök az Egyesült Államokra vagy Franciaországra tekintenek, akkor láthatják, hogy ezt az új világot új emberek fogják vezetni. Új emberek új gondolatokkal és új eszközökkel fognak előállni. Ugyanis ők maguk is mások, másfajta emberek, másféle vezetők. Ma a régi világ, vagyis az esztelenség világának a végnapjait éljük. A rend, amit ismertünk, széthullóban van, szétzilálta önmagát. A kor, a mikorunk, az új világ megszületésének korszaka is egyben, és érdemes berendezkednünk, ez fogja majd adni életünk természetes keretét a következő évtizedben. Számunkra, akik már régóta vártuk a változást, mindez reményt jelent. Nekünk erre a reményre és erre a lehetőségre kell összpontosítanunk. Ne felejtsék el, hogy a fékevesztett piac végnapjaira odáig fajultak a dolgok, hogy az embereket következmények nélkül lehetett világméretekben becsapni. Még mind a mai napig millió szám tűnnek el, milliók pénze tűnik el, válik légneművé a válság következtében, anélkül, hogy bárki azért felelősséget vállalna, vagy kárpótlást adna. Reményeink szerint a józanul szabályozott piacgazdaságban, ebben az új korszakban már nem lehet következmények nélkül becsapni a másikat, sem az üzleti életben, sem a pénzügyekben, sem a politikában, mert rend lesz, és szabályok védik a fizikai, anyagi, erkölcsi, kulturális biztonságot, a becsületes és törvénytisztelő életvitelt. Tisztelt hölgyeim és uraim, ahhoz azonban, hogy idáig eljussunk, először urrá kell lenni a legközvetlenebb és legszorítóbb bajokon. Vagyis munkát és jövedelmet kell biztosítani az embereknek, és közben meg kell fékezni a bankok és tőzsdei cégek korlátlan pénzteremtési lehetőségét. Ezért a nemzetállamok ellenőrzése alá kell vonni a nemzeti pénzpiacokat, és a nemzetállamok feletti ellenőrzés alá kell vonni a nemzetközi pénzpiacokat. Az esélyre komoly siker van. Az államok ugyanis ma erősebbek, jóval erősebbek, mint 80 évvel ezelőtt voltak. Van állami egészségügy, van állami nyugdíjrendszer, van állami szociálpolitika, és valójában ezek nem tehertételek, hanem a válság elleni küzdelem oszlopai. Ha ezek nem lennének, akkor a maradék biztonság, a maradék vagyon és a maradék jövedelem is eltűnne az országok működéséből. És itt álljunk meg egy pillanatra, emlékezzünk vissza az előző év március 9-ére, amikor 3.300.000 ember a népszavazáson megállt parancsolt a magyar egészségügyi rendszer szétverésének. Emlékezzenek vissza, nem csak arról volt szó, hogy sikerült megakadályozni a kórházi napi díj és a vízi díj bevezetését, hanem a 3.300.000 egybehangzó akarat következtében a kormány visszavonta a parlament napirendjéről azt a javaslatot, amellyel szét akarta szedni, át akarta alakítani az egészségügyi társadalombiztosítási rendszert, sőt, mi több, tőzsdére akarta vinni. Képzeljék el, hol lenne ma a magyar emberek egészségbiztosítása, ha egy évvel ezelőtt a népszavazással ezt nem akadályozzuk meg, és tőzsdére vihették volna. Tisztelt hölgyeim és uraim! Azt hiszem, ideje bátran kimondani, a válság sok mindenre följogosít bennünket, olyasmit is kimondhatunk, amit korábban ideológiai botozás járt, hogy az állam gyengítése helyett erősíteni kell a rendet. Erősíteni kell az államok irányítási és ellenőrzési jogait. Sőt, még azt is kimondhatjuk, hogy a világ, legalábbis tőlünk nyugatra már tudja, hogy a közgazdaság logikája szerint is, még ha vonakodva is szakít a korábbi divatos fölfogással, valójában a világ kormányainak népjóléti politikát észszerű követniük. Ugyanis a családok jövedelmi helyzetének megerősítése, az éhezés és a kilakoltatás megelőzése, a gyerekek iskoláztatása, ezek egyben válságkezelő eszközök is. A súlyosabb összeomlást a világ csak úgy kerülheti el, hogyha a családok életszínvonalát sikerül fönntartanunk. Ehhez pedig elsősorban munkára van szükség.
Persze elsősorban piac által kínált munkára. Ha ez nem elegendő, és úgy tűnik nem az, bár nem tökéletes megoldás, de be kell vetni a tömeges közmunkaszervezés eszközét is. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A válság zűrzavaros, gomolygó felszíne alól előtűnik a születőben lévő új világ néhány arcvonása is. A letűnő világban először is az állam elhitte, hogy rá már nincs is szükség. Legfeljebb kolonc a piac nyakán, aféle szükséges rossz. És a politikusok sorra megnyírbálták a jogokat, amellyel irányíthatta a gazdaságot. Az új világban meggyőződésem szerint a vezetők feladata az lesz, hogy az állam gazdasági eszközeit visszaépítsék, az államot megerősítsék és tekintélyét helyreállítsák. Az államnak és a politikusoknak vissza kell szerezniük a lehetőséget, hogy a közjót és a közakaratát érvényesíthessék a magánérdek, a profitérdek és a haszonelvűség szempontjai felett. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A reményeink szerint most letűnő világban elfogadottá vált, hogy a profit érdek nem csak az erkölcsi értékeket, de a józan ész érveit is megelőzze. Miért jó az, ha egy ország megszabadul a nemzeti vagyonától? Miért jó az, ha egy ország eladja a stratégiai iparágait? Miért jó az, ha teljesen külföldi tulajdonba adja a bankrendszerét? Ez ellentmond a józan észnek. Ma már láthatjuk, egy nemzetgazdaság hazai kézben lévő stratégiai ágazatok, különösen pénzintézetek nélkül gyenge és sebezhető. Az új világban érték lesz a nemzeti vagyon, a hazai tulajdonban lévő bankrendszer, érték lesz, ha az energia, a föld, az élelmiszer, a víz és a természet értékeit, a közérdekét az állam tulajdona is védi. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Az elsüllyedő világban abba az illúzióba rüngattak minket, hogy minden, ami kívülről jön, az csak jó lehet. Ne felejtsük el, ez a válság az Amerikai Egyesült Államokból indult. Abba az illúzióba ringattak bennünket, azt magyarázták el nekünk, hogy mi nem vagyunk képesek önerőből fölépíteni egy jól működő gazdaságot. Azt magyarázták el, hogy el kell néznünk, ha a Magyarországon termelt hasznot rejtett eszközökkel kiszivattyúzzák a nemzetgazdaságból. Hogy el kell fogadnunk, hogy a magyar vállalkozások magasabb adót fizetnek, mint a külföldiek. El kell fogadnunk, hogy a magyar vállalkozások rosszabb föltételekkel juthatnak csak hitelhez, mint akik külföldről érkeztek. Még most is, kedves barátaim, a legutóbbi intézkedése a Nemzeti Banknak, amikor euróhiánytól szenved a magyar gazdaság és a magyar bankrendszer, egy olyan döntést hozott, amely azt jelenti, hogy a külföldi kézben lévő Magyarországon működő leánybankok könnyebben jutnak hozzá az euróhoz, mint a magyarországi anyabankkal rendelkező saját, vagyis magyar bankok. Még mindig a válság kellős közepén, tisztelt Hölgyeim és Uraim. Az új világban meggyőződésem szerint érték marad ugyan a külföldi befektetés, fontos érték, de egyenlő szerep és lehetőség kell a magyar vállalkozásoknak az adózásban és a hitelezésben. Kedves barátaim, eddig elfogadtuk azt is, hogy rosszul működjön az állam. Rosszul működjön az állami oktatási rendszer, rosszul működjön a nyugdíjrendszer, hiszen állami. Belénkoltották, hogy szegények vagyunk, nekünk nem telik többre, nem vagyunk képesek jobbra, sőt, néha a sorok között azt is odaírták, nem is érdemlünk jobbat. Most ráébredhetünk. A jól működő állami szolgáltatások, a jó egészségügy, a színvonalas oktatás és a szegénységpolitika, a hatékony szegénységpolitika igenis megteremthető abból a pénzből, amit Magyarország ezekre a célokra képes áldozni. Az igazság az, hogy a nemzeti jövedelmünkből az európai arányoknak megfelelően költünk ezekre a célokra, igaz, rosszul költünk. Az egészségügyben például még a egységnyi pénz felhasználásának hatékonysági mutatója Finnországban 96%, addig Magyarországon alig éri el a 60%-ot. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, eddig állandóan valami baj volt a reformokkal. Leginkább persze akkor, ha a szocialisták tűzték az ászlajukra. Persze az egész már a legelején valahogy dugába dőlt, amikor kitalálták a reform kommunista elnevezést. Sose értettem, még a gyenge filozófiai képzettségem mellett sem,
hogy hogy fordulhat elő, hogy valami, ami még meg se valósult, mint a kommunizmus, hirtelen meg is reformálódik. De most, ha ezen túllendülünk, tisztelt hölgyeim és uraim, ha ezen túllendülünk, a reform eddig azt jelentette, adóemelés, sanyargatás, új sarc. Azt jelentette, hogy a köztulajdont magántulajdonnál alakítják, a közjó helyére a magánérdek kerül. Leginkább és jellemzően Magyarországon a többség pórul jár, egy csapat meg nagyon jól. Sokan Magyarországon elfogadták az eféle észjárást és az eféle reformok szükségességét. Elhitték, vagy talán inkább beletörődtek abba a mesébe, hogy a reform rövid távon áldozatokkal jár, de később meghozza a gyümölcsét. Az igazság azonban az, hogy a mostani áldozatra és a későbbi Kánaára épülő árreformok kevesek azonnali és folyamatos hasznát hozzák, sokak azonnali és folyamatos vesztesége mellett. Máig rejtély előttem, tisztelt hölgyeim és uraim, miért ülnek fel milliószám ennek az átlátszó blöfnek az egyébként magukat eszesnek gondoló magyarok. Márpedig ez pőrén nem más, mint család árulás, egy egyszerű átejtés, a közérdek elárulása. Abban az új világban, amely most van születőben, reményeim szerint elindíthatjuk azt a változást, amelynek értelme, ha úgy tetszik a reformok értelme, már rövid távon is világos, rövid távon is hasznot hoz. Olyan reformok, amelyek egyszerre jók az államnak, a vállalkozásoknak és a társadalom többségének is. Tisztelt hölgyeim és uraim, és végezetül nem tudom, a változás eljut-e majd idáig. De reménykedem benne, hogy a pénzről is megváltozik az emberek gondolkodása. A pénz persze fontos, de oda jutottunk, hogy Magyarországon általánossá vált, hogy fontosabbnak kezdték tekinteni a természetnél, az emberségnél, a közösségnél, a családnál és a munkánál. A pénz egész egyszerűen legyűrte az államot, a közgondolkodást és legyűrte a politikát is. A pénzvilág elfogadtatott velünk egy hibás sorrendet, amely körülbelül így hangzik. A költségvetés fontosabb a gazdaságnál, a bankrendszer fontosabb a termelésnél, a hitel fontosabb a megtakarításnál, és a tőzsdei nyereség fontosabb a munkából szerzett jövedelemnél. Elfogadtatta velünk azt, hogy minden kifejezhető és mérhető pénzben, tehát pénzben is kell mérni. Márpedig ez hazugság. Ráadásul életveszélyes hazugság. Életveszélyes, mert veszélyes az életre. Nem véletlen, hogy ez a válság éppen ennek a hazugságnak a központjából indult ki, mármint a pénzügyi rendszerből indult ki. A legbántóbb, legmegalázóbb, de egyben Budapesten legnépszerűbb szlogen talán úgy hangzik, hogy van az a pénz. Van az a pénz, a mondatot nem fejezik be, de így kell valahogy befejeznünk, amiért bárki bármit hajlandó adni. Én abban reménykedem, hogy a mostani válság hatására egy olyan új világ születik, ahol azt fogjuk mondani, hogy nincs az a pénz. Nincs az a pénz, amiért odaadnánk a gyerekünket, a barátságainkat, a becsületünket, vagy odaadnánk a hazánkat. Igen. Igen, szeretném, ha ebben az új korszakban közhelynek hangoznék, hogy a gyermekek örömét, a szülői szeretetet, az összetartozást, a jó akaratot és az emberi együttérzést nem csak pénzben lehet kifejezni. Ha a pénz mindent felülír, tisztelt hölgyeim és uraim, akkor a felelősség helyébe előbb vagy utóbb a felelőtlenség lép. Gondoljanak arra, ha például kevesebb gyermek születik, mint amennyi a közösség fennmaradásához szükséges, akkor ez rövid távon megtakarítás. Se az államnak, se a családnak nincs kiadása. De később az államnak nem lesz adófizetője, a szülőnek meg nem lesz támasza. Ha pénzben mérünk, felelőtlen döntést hozunk. Én azt remélem, de belátom, hogy ez most még csak remény, hogy a pénz a jövőben a valódi helyére kerül, ne csábítson felelőtlenségre, és ne vezessen tévutakra bennünket. Tisztelt hölgyeim és uraim! Talán önöknek is ismerős a helyzet, ülünk egy vonatban, mellettünk más vonatok is állnak, már régen indulni kellene, az ember egyre türelmetlenebbül várakozik. A rátelepedő álmossággal küszködve fölnéz, végre mozgás, megindult a vonat. Odahajol az ablakhoz, szomorú felismerés. Tényleg elindult a vonat, a másik, az övé azonban egy helyben áll.
A mai magyar élet ehhez a helyzethez hasonló, kedves barátaim. A jó hír, hogy a világ vonata megmozdult. A rossz hír, hogy mi viszont állunk. Hozzánk eddig nem a megújulás, hanem csak a válság hatásai gyűrűztek be. Megújulásnak halvány jele sincs. Magyarországon, lássuk be, semmi változás. Pontosan ugyanúgy folytatódik minden, mint az előző években. Ez a legnagyobb bajunk. Miért? Miért nem indulunk már? Miért nem kezdődik már a változás? A vezetők miért nem indulnak meg, mozdulnak együtt a világgal? Mi a rejtélyes oka, hogy a magyar vezetők ebben a régi világban, az éppen most megbukott régi világban akarnak maradni? Nehéz pontos választ adni erre a kérdésre. Nekem szerencsém volt, mert nemrégen a kezembe akadt egy izgalmas, elgondolkodtató, sőt megvilágító erői felmérés eredménye. A kutatók egy túlnyomó részt vezetőkből, szellemi vezetőkből álló csoport tagjaitól azt kérdezték, név nélkül, tehát abszolút titkosan, írják le, mi a legnagyobb, legféltettebb titkuk, amit soha senkinek, semmilyen körülmények között nem árulnának el. Az eredmény több, mint megdöbbentő. A döntően vezetőkben álló csoport jelentős többsége legnagyobb személyes titkaként azt írta le, hogy ő voltaképpen nem ért ahhoz, amit csinál, és csak különféle blöffökkel érte el, és tartja a pozícióját, és attól retteg, hogy ez egyszer előbb vagy utóbb kiderül. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, én nem állítom, hogy a megkérdezettek kizárólag a magyar kormány tagjai lettek volna. De valahogy ezt érezni ma a magyar politikában. Ez a nagy titok. Ebből fakad minden, ami az elmúlt években történt, és nem kellett volna történni, illetve nem történt, pedig meg kellett volna, hogy történjen. Igen, ez a nagy titok, ebből fakadnak a politikai hazugságok arról, hogy nagy a jólét és dübörög a gazdaság. Ebből fakad a költségvetési adatok meghamisítása, a trükkök százai, az öszödi beszéd. A reformoknak nevezett újabb és újabb megszorító csomagok, amelyek sorra megbuktak. Ebből fakad a rendőrterror a békés tüntetők százai ellen. Ez magyarázza, hogy a kormány nagy garral bejelentett programjai után soha nem történik semmi. Az ország soha nem lépett előre, legfeljebb hátra, a helyzet sosem lett jobb, legfeljebb rosszabb. Ez okozta a sorozatos pofonokat, amelyek külföldről érték és érik az országot. A leminősítések, a forint zuhanása, vagyis az egész csőttömeg, amit ez a kormány az elmúlt években az ország és mindannyiunk nyakába zúdított. Mindezek alapján egyáltalán nem csoda már, ha a világ más országaival szemben nálunk nincs változás. Nem is lesz, amíg ugyanazok vezetik az országok, akik a csődhelyzetet előidézték. Hiszen aki folyamatosan attól fél, hogy kiderül róla, nem ért ahhoz, amit csinál, az nem akar és nem is képes változtatni. A régi, megbukott és kudarcot vallott világ emberei sohasem akarnak változást, mindig is rettegnek tőle. Nálunk éppen azért súlyosabb a válság, mint máshol, mert a régi világ emberei nem akarják belátni, hogy maga a régi világ vallott kudarcot. Ők továbbra is ragaszkodnak ahhoz, amiben vagyunk. Ezt ismerik. Ebben tudnak evickélni. Közben tudják, vagy legalábbis sejtik, hogy az új világban a régi blöfjeik már nem fognak működni. Ott valódi tudásra és valódi teljesítményre lesz szükség. Nem lesz elég jókor jó helyen lenni, ügyeskedni, trükközni, hamis adatokat megadni, fedezet nélküli hitelekből költekezni. Ezért, tisztelt Hölgyeim és Uraim, egyelőre nálunk minden marad a régiben. Nincsenek új gondolatok, sőt, a mi politikai elitünk, kormányzó elitünk valójában kétségbe esetten küzd a változások ellen. Miből lehet látni, hogy nem akarnak és nem is képesek változtatni? Miért, mire alapozva mondhatjuk azt, hogy nincsenek új eszközeik, gondolataik és megoldásaik? Most, kedves barátaim, 7 év nem kevés idő, és 7 év alatt képtelenek voltak elérni bármilyen lényeges kérdésben, akár egyetlen fontos sikert is. Elég, ha körülnézünk az országba, és csak a legalapvetőbb kérdéseket tesszük föl. Kevesebben ma a munkanélküli. Kevesebben, mint 7 éve volt. Nem, sokkal kevesebben dolgoznak, és évente egyre kevesebben dolgoznak legálisan. Ne téveszte meg önöket az apró kis trükk, miszerint a szocialisták kimutatásaiban a foglalkoztatottak száma nő. Ugyanis foglalkoztatottnak minősül mindenki, aki egy héten akár csak egyetlen órát is regisztráltan valamilyen munkahelyen töltött. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, látunk-e valamilyen új eszközt?
Egy új megoldást arra, hogy munkához juttassák az embereket. Az eredmény nulla. Gyorsult-e a gazdasági növekedés? Nem. Folyamatosan lassul. És nagyjából 2 éve teljesen leállt a magyar gazdaság növekedése. A teljesítmény romlik, és a kormány további romlással számul. Fogalma sincs. Halvány ötlete sincs, hogyan kellene megindítani a gazdasági növekedést. Vagy kérdezzük meg azt, csökkent-e az államadósság 7 év alatt? Nem, ellenkezőleg évről évre nőtt. Jelenleg éppen rekordszinten áll, 73%-os lehet, és az év végére az előrejelzések szerint, ha minden így megy tovább, el fogja érni a 84-85%-ot is. És itt álljunk meg egy pillanatra. Először is említsük meg, hogy a polgári kormány működésének megkezdésekor 1998-ban 58%-os nemzeti össztermék arányos hiányt vett át, és 4 évvel később, amikor letettük a lantot, ez a szám 53% volt, tehát csökkentettük a hiányt, sőt, kitörtünk Magyarország adósságcsapdájából. De tovább megyek. Én jól emlékszem még a 20 évvel ezelőtti tárgyalásokra, a rendszerváltás kerekasztal tárgyalásaira. Ott a hivatalos egymásnak feszülések szüneteiben időnként még a legvastagabb nyakú és legkeményebb fejű kommunista pártvezetőkkel is lehetett néhány értelmes szót váltani. Most neveket nem említek, közélet ismert szereplőit az ember nem szívesen citál ide. Ennyit a rendszerváltásról. De azért azt elmondom önöknek, hogy ezekben a szünetekben formálódott egy konszenzus. Egy egyetértés. Egy sokkal mélyebb egyetértés, mint az bárki gondolná. És ez az egyetértéshez mindenki tartotta is magát egészen 2002-ig mindegyik kormány. Tartotta magát Antal József kormánya, tartotta magát ehhez Horn Gyula kormánya, bizonyára tudják, hogy beteg kórházban van, innen is jobbulást kívánunk neki, és tartottuk egyébként ehhez mi is magunkat. Ez a megegyezés pedig úgy hangzott, hogy soha többé nem fordulhat elő az, ami tönkretette Magyarországot a 80-as években. Soha többet egyetlen kormány sem veszi magára azt a bűnt, nem hibát, bűnt, hogy külföldről fölvett hitelekből jóléti kiadásokat finanszíroz majd. És így eladósítja és tönkreteszi az országot, nem csak a most élők, hanem még a saját gyerekeink vagy unokáink számára is. Ez volt a megegyezés. Egészen 2002-ig, amikor a szocialisták megkezdve mostani 7 éves kormányzásukat, fölrúgták ezt a megállapodást, külföldi hiteleket vettek föl, amiből csak és kizárólag jóléti kiadásokat finanszíroztak. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 2002-ben még teljesen reális esélye volt annak, hogy Magyarország 2007-2008-ban bevezeti az eurót. Úgy gondoltuk, hogy a szlovénokkal együtt, mondjuk 2007. január 1-én. Később azt mondtuk, na jó, egyefene, a szlovákokkal együtt, 2008-ban, vagy 2009-ben. És tisztelt Hölgyeim és Uraim, nézzünk körül. A körvonalait sem látjuk annak a forgatókönyvnek, amely bizton elvezetne bennünket az euróövezethez való csatlakozáshoz. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, lassan minden egyes forintunk adósságszolgálatra megy el. A kormány pedig nem tesz más, mint újabb és újabb hiteleket vesz föl, egyre rosszabb föltételekkel, egyre magasabb kamatra. Magyarország, mondjuk ki, ennek következtében gyakorlatilag csődbe került. Hát kizárólag az IMF hitel biztosítja az ország mai fizetőképességét. És továbbra is vesszük fel a hiteleket. Nincs más ötlet, nincs más gondolat. Felvenni a hitelt, nyomtalanul elkölteni, és evickélni, amíg csak lehet. Utánuk a vízözön. A miniszterelnök ezt elegáns megoldásnak nevezte, hogy akkor jár majd le az IMF-től fölvett hitel határideje, amikor egyébként a mostani kormányzati ciklus véget ér. A pénz az övék, a gond meg a miénk. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, javult-e a közbiztonság 7 év alatt? Nem. Jóformán Magyarországon közbiztonságról már nem lehet beszélni. Naponta történnek brutális bűncselekmények. Jó részük máig felderítetlen. Megszoktuk már a bankrablásokat. Lassan hozzászokunk, hogy ártatlan embereket űznek el bűnözők az otthonukból. Gyerekeknek, időseknek, nőknek, de lassan már megtermett sportoló férfiaknak sem tanácsos este az utcára menni. A rendőrök kevesen vannak, nem mernek intézkedni, ugyanis nálunk Magyarországon a kormány inkább a bűnözőket védi és mentegeti, ahelyett, hogy a törvénytisztelő embereket védené. Javult-e az egészségügyi ellátás színvonala 7 év alatt? Éppen ellenkezőleg. Egy-egy vizsgálatra, kezelésre vagy műtétre hónapokat kell várni. Életveszélyes állapotban lévő sérültek és betegek nem jutnak időben orvosi ellátáshoz.
Az orvosok és az ápolók immáron csak emberfeletti erőfeszítéssel tudják biztosítani, hogy az ellátás ne omoljon össze. Magyarországon a betegek szenvedése hosszabb és mélyebb, mint állapotuk egyébként indokolná. Számos haláleset történt, amely egyértelműen visszavezethető az egészségügyi rendszer kaotikus állapotára. És a kormány egyetlen megoldást javasol, szabadulni a problémától. Bezárni, eladni, megszüntetni az intézményeket és elvonni a forrásaikat. Többen a hazai kis és közepes vállalkozás Magyarországon ma, mint 7 éve. Naponta jönnek a hírek, sorra húzzák le a rólót a magyar vállalkozók adó- és járulékemelések miatt, a növekvő bürokrácia és az egyre szélesebb, kiterjedtebb korrupció miatt. Hozzáférhetőbb és olcsóbb az energiaellátás Magyarországon, nem kedves barátaim, drágább, és időnként még el is zárják. Nőttek az árak, nőtt a függőségünk. Történt-e bármilyen érdemi, komoly, igazi előrelépés újfajta források irányába? Nem, semmi. Ki kell mondanunk, annyira benőtte őket a múlt, hogy már a jövő hangjai sem képesek hozzájuk eljutni. A mi bajunk tehát az, summa-summarum, tisztelt hölgyeim és uraim, hogy ma is a reménytelenség emberei irányítják az országot. Azért a reménytelenség emberei, mert nem értik, hogy a régi kudarcok kezelése helyett egy új világ építésébe kellene belekezdeni. Olyasmit erőltetnek, ami lehetetlen. Írógépből számítógépet fabrikálni. Nem csoda, ha minden tervük és minden elgondolásuk előbb vagy utóbb kiderül, kudarcra van, kudarcra volt ítélve. Ráadásul ők, a reménytelenség emberei állnak a változások útjában Magyarországon. A változás és a megújulás legfőbb akadálya a hazánkban éppen ez a csődkormány és a hozzátartozó elit, amely rettegve őrzi alkalmatlanságának titkát. Tisztelt hölgyeim és uraim, ami sok, az sok. Ennek a szomorú beszámolónak a még szomorúbb tényei ellenére higgyék el, a magyar emberek lelkében minden nehézség és baj ellenére ott munkál az a tudat, hogy a civilizáció nevű kalandba azért fogtunk bele közösen, hogy egyre jobb életminőséget teremtsünk, és nem azért, hogy rosszabbat. Azt is tudják és érzik, hogy az államot azért találtuk ki, és azért működtetjük, hogy a segítségünkre legyen, és nem azért, hogy nehezítse az életünket. Az is naponta eszükbe jut az embereknek, hogy a politikusokat nem azért tartják a hivatalukba, hogy azok problémákat okozzanak nekik, hanem azért, hogy megoldásokat kínáljanak az ő bajaikra. Nem azért tartják a politikusokat, hogy széttárt kézzel azt mondják, cudar idők jönnek, hanem azért, hogy megoldást kínáljanak a cudar időkre. Tisztelt hölgyeim és uraim, a világban most az a verseny zajlik. Ki tudja jobban és gyorsabban átszervezni a vállalatait, újra szabályozni a bankjait, fenntartani az életszínvonalat, megőrizni a munkahelyeket, abba a helyzetbe hozni a családokat és a nyugdíjasokat, hogy szolgáltatásokat tudjanak igénybe venni és vásárolhassanak. Csak hogy a reménytelenség emberei erről a világszerte elterjedt válságkezelésről nem vesznek tudomást. Ez a makacs ellenállás egyre súlyosabb feszültséget okoz Magyarországon. A mi hazánkban már nem a válságról beszélnek széltében hosszában. A hentes már nem azt szokta tőlem kérdezni az újpesti piacon, hogy mondjam meg, mi lesz ennek a vége. Mondjam meg őszintén. Ősszel még ezt kérdezte. Hanem most már azt mondja, mit képzelnek ezek? Csődbe vitték az országot, és még most sem hajlandók elhúzni, hogy rendbe lehessen tenni azt, amit ők elbaltáztak. Nem azt kérdezgetik tőlem, akárhol is járok, amit még karácsony táján kérdeztek, hogy mi a válság megoldása, hanem azt, hogy mikor mennek már el végre azok, akik ezt csinálták velünk. Tisztelt hölgyeim és uraim, az ország minden sarkából ugyanaz a rövid és elgondolkodtató mondat hallatszik. Ami sok, az sok. Olyan helyekről is ezt a mondatot hallani, ahol erre a kormányra korábban sohasem mondtak volna egyetlen rossz szót sem. Azt gondolom, hogy nem kellene végsőkig feszíteni a húrt. Ha egy népet a saját vezetői a szakadék szélére kormányoztak, akkor a legrosszabb, amit tehetnek, ha még a szakadék szélén is kötik az ebet a karóhoz. És azt hajtogatják, hogy nincs más irány, mint az övék, nincs más haladás, csak az, ami egyébként a szakadék szélére vezetett. Vagyis nincs rosszabb annál, ha egy országot csődbe rántó kormány még a reményt is el akarja venni a félrevezetett és bajba sodort emberektől, azt a reményt, hogy van kiút ebből a nehéz helyzetből. Ilyenkor még a legbékésebb néppel is megtörténhet. És a mi hátunkon, a magyarok hátán bizony időnként fát is lehet vágni. Hogy ezt már nem viselik el.
És akkor végül mégiscsak a reménytelenség emberei kötnek ki a szakadék alján. Az emberek dühösek és gyökeres változást akarnak. És mi tudjuk, hogy jogos a mérgük és jogos az indulatuk. Magyarországnak valóban új irányba kellene fordulnia. Csak hogy ehhez új emberek kellenek a reménytelenség emberei helyett. Olyanok, akik akarnak, tudnak és képesek változtatni. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Magyarországnak tehát nem egyszerűen válságkezelő csomagokra, hanem jóval többre, teljes megújulásra, egy új irányra van szüksége. Ez embert próbáló és nehéz munka lesz. Kitartást és elszántságot követel azoktól, akik bele fognak vágni. Sokan szokták tőlem is kérdezni, ki aggódva, ki reménykedve. Bírom-e még? Tisztelt Hölgyeim és Uraim, eszem ágába sincs feladni. Azt vallottam, mindig is azt vallom. Mindig is azt vallottam, nem állhatsz félre addig, amíg a munkádat be nem fejezted. És engem a rendszerváltoztatás eszméje vitt a politika világába. Ugyanis a régi rendszerről is azt láttam, hogy az a reménytelenségnek a rendszere. Nekem akkori fiatalnak az a világ azt üzente, hogy Magyarország sohasem lesz rendes nyugati ország. Vagyis, ahogy én gondoltam, szabad és független erős ország, amelyik együtt él, lélegzik és halad a nyugattal, a világgal. A régi rendszer nekem azt jelentette, hogy mi magyarok mindig néhány lépéssel a világ után fogunk kullogni. Mindig elmaradottak leszünk, nekünk mindig kevesebb lehetőségünk, kevesebb szabadságunk és kevesebb sikerünk lesz, mint a világ más országában élőknek. Én ebben a reménytelenségben nem voltam hajlandó beletörődni. Változtatni akartam ezen, ezért léptem a politikába, és hittem, hogy a mi nemzedékünk képes is lesz erre a változtatásra. Máig emlékszem, hogy a 88-89-es első politikai megtorlások időszakában, amikor beszélgettem az édesapámmal arról, hogy van-e ennek az egésznek értelme, amit mi művelünk. És emlékszem a szavaira, amikor azt mondta, hogy hát akárhogy is lesz, ő úgy gondolja, hogy ő már ebben a rendszerben fog meghalni. Ő egy oroszok által megszállt világban fog meghalni. Amire én akkor azt mondtam, hogy én nem fogok. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, ez vitt bennünket a politikába, ezért vagyunk még mindig itt. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Azért van itt még sok dolgunk nekünk, mert a mai Magyarország egyre jobban kezd hasonlítani a 20 évvel ezelőttire. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A 7 év a lehetőségek bezárulását hozta Magyarországon. A mai szocialista Magyarország a kevesek Magyarországát hozta el. Azokét, akik jó időben voltak jó helyen. Szomorú tekintetű öltönyös urak magyarázzák az embereknek, hogy a politika az nem az emberek dolga. Hagyják csak a politikusokra. Vállalkozók monopóliumokkal és kartelekkel találkoznak a piacon lehetőség és szerencse helyett. És a fiataloknak azzal kell szembesülniük, hogy nem mindegy, hogy hová születik a mai Magyarországon az ember. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Magyarországnak meggyőződésem szerint csak akkor van jövője, ha képes változtatni. Ehhez új irány kell, és ehhez meg is van az akarat. A nagyon nagy többség akarata. Ez látható, érezhető. De azt is látjuk, hogy komoly akadályok tornyosulnak elénk, mindenféle akadályok. Időnként szellemiek, máskor politikailag, gazdaságiak, szervezetiek és személyiek, végül is emberi akadályok. Az én célom az, hogy lebontsam ezeket az akadályokat. Lebontani minden akadályt, amely Magyarországot meggátolja abban, hogy új irányba forduljon és el tudjon indulni a jövő felé. Én még nem végeztem be a 20 évvel ezelőtt vállalt munkát. És azt tudom mondani a fideszes barátaimnak, hogy a Fidesz sem teljesítette be még a küldetését. A kevesek Magyarországa helyett még nem tudtuk felépíteni a mindenki Magyarországát, ahogy mi hívjuk a polgári Magyarországot. Az én feladatom, hogy megnyissam a lehetőségek kapuit. Hogy lehetővé tegyük, hogy mindenki számára a boldogulás elérhető, kézzelfogható közelségbe kerüljön. Ezt vállaltuk, ezt vállaltam 20 éve, ez a kötelességem, és ezt teljesíteni is fogom, akármilyen rossz hír is ez a szocialisták számára. És nem csak politikusként, hogy továbbfokozom a bajt, nem csak politikusként, hanem családapaként is ez a célom. Mert nem akarom, hogy a gyermekeim egy örök, kudarcra ítélt országban nőjenek föl, és itt egy ilyen országba kezdjék meg a felnőtt életüket.
20 éve, amikor arról beszéltünk, hogy milyen életünk lehet majd, milyen életszínvonalat célozhatunk meg, ha a jövőre gondolunk, akkor Ausztriát hoztuk példának. Azt nem mondom, hogy komolyan gondoltuk, bár néha feszített bennünket a lelkesedés, hogy még a mi életünkben bekövetkezik az, hogy osztrák életszínvonalon fogunk élni, de azt igenis gondoltuk, reálisnak gondoltuk, mint hogy az is volt, hogy legalább a gyerekeink, azok olyan eséllyel szülessenek be a világba, mint ahogyan Ausztriába egy osztrák gyerek születik egy ottani családba. És nézzék meg, hova jutottunk ettől, tisztelt hölgyeim és uraim. Ne, a mi célunk Európa közepe volt, és nem a széle, ahova a szocialisták lökték Magyarországot. Nos, tisztelt hölgyeim és uraim, ezért nem adhatom fel sem én, és azt kell mondanom, önök sem. A küldetésünket még nem fejeztük be, és önöknek is tudniuk kell, hogy egyetlen ember ilyen célokat, ilyen feladatokat megvalósítani nem képes. De nem is szükséges. Ugyanis mi nagyon sokan vagyunk. Magyarországon már szinte mindenki változást, új irányt akar. Akadályokat akar elhárítani, és mindenki szeretne túllépni a reménytelenség korszakán. Legfeljebb sokan vannak közöttünk olyanok, akik nem merik elhinni, hogy ez sikerülhet. Ami nem csoda, hiszen az elmúlt évek jószerivel csak csalódást és kudarcot hoztak Magyarországnak. De tegyük fel a kérdést, valóban képtelenek lennénk urrá lenni a reménytelenségen? Szólítsuk meg a nagyszüleinket, kérdezzük meg őket. Hála Istennek sokan még itt vannak közöttünk. Kérjük meg őket, gondoljanak vissza. Talán nem a mainál is súlyosabb helyzetben emelték föl és építették újjá Magyarországot a II. Világháború után. Nekik sikerült. Nem is akárhogy. Könnyű volt? Nem. Iszonyú nehéz. De sikerült. Vagy szólítsuk meg a szüleink nemzedékét. Ők a kommunista diktatúra legnehezebb éveiben sem adták fel a reményt, vállaltak gyermeket, családot alapítottak, hihetetlen áldozatok révén neveltek és tanítottak bennünket. És itt maradtak. Nekik is sikerült, hiszen végül is fölneveltek egy nemzedéket, amely képes volt véghez vinni a rendszerváltást, amikor eljött az ideje. Könnyű volt? Iszonyú nehéz. De nekik is sikerült. A szüleink és a nagyszüleink nemzedéke sokat dolgozott, rengeteget küzdött, és sok áldozatot hozott. Ezért tőlük most azt kell kérnünk, azt is kérem tőlük, hogy támogassanak és biztassanak minket. Mondják el a gyerekeknek, meg az unokáknak, hogy igenis sikerülni fog, mert nekik is sikerülhetett. És persze itt vannak a rendszerváltók, az én nemzedékem. Arra kérem őket, hogy ne felejtsétek el. Arra kérlek benneteket, ne felejtsétek el. Legyetek rá büszkék. Egyszer már volt bátorságunk, volt erőnk és volt tehetségünk is változtatni. Volt erőnk túllépni a múlton, a reménytelenséget, és igenis új irányba fordítottuk Magyarországot. Emlékezzetek rá, lebontottuk a vasfüggönyt, hazaküldtük az orosz katonákat, és kiköveteltük a szabadságot, a több pártrendszert. Az új választásokat nem kértük, követeltük, és ki is kényszerítettük. És aztán ez még mind semmi, mert ezután meg a csődbe vitt országot talpra állítottuk. Könnyű volt? Nem, nagyon nehéz volt, de sikerült. És kedves barátaim, bátran hadd szólítsam meg a negyedik nemzedéket és a fiatalokat, akik a rendszerváltoztatás idején még csak gyerekek voltak, ha egyáltalán akkoriban már megszülettek. Tudjuk, hogy a fiatalok minden nagy korszakváltás idején a jövő harcosai. Most kérem tőlük, hogy higgyék el, rajtuk is múlik, hogy milyen országban kezdik majd meg felnőtt életüket. Rajtuk is múlik a saját jövőjük. Ne szedjék fel a sátorfájukat, ne hagyjanak itt bennünket. A változásért folytatott küzdelemben rájuk is szükség lesz. Higgyék el, higgyenek abban, hogy minden nemzedéknek saját magának kell kijelölnie saját életének határait. Higgyék el, hogy együtt be fogjuk bizonyítani, hogy igenis lehet másképpen vezetni egy országot, másképpen kormányozni, mint ahogy most éppen a reménytelenség emberei teszi. Igen, közösen be fogjuk bizonyítani. Lehetséges munkahelyeket teremteni, annak érdekében, hogy 10 év múlva 1 millióval többen dolgozzanak legálisan, mint ma. Be fogjuk bizonyítani, hogy beindítható és fenntartható egy erős gazdasági növekedés észszerű adókból több pénz fog befolyni, mint a mai munkaellenes és életidegen adórendszerből. És be fogjuk bizonyítani, hogy az államadóság csökkenthető, ha nem hitelekből próbálunk jólétet teremteni, hanem munkából, termelésből, erőfeszítésből. És be fogjuk bizonyítani, hogy rendet lehet tenni a közbiztonság terén, mindenféle etnikai konfliktusok nélkül, egyszerű és mindenkire vonatkozó törvényekkel, a bűnözők elleni szigorú fellépéssel, erős rendőrséggel és erős igazságszolgáltatással. És be fogjuk bizonyítani, hogy a magyar gazdaság a saját lábára tud állni,
ha felszabadítjuk, és az állam lehetővé teszi, hogy nagy számban alakuljanak kis, közepes és családi vállalkozások, hogy mindenki a maga ura lehessen, akár vállalkozóként, akár munkavállalóként. És be fogjuk bizonyítani, ez nekem személyes elkötelezettségem is, tisztelt hölgyeim és uraim, hogy lehet úgy nevelni egy nemzedéket, hogy mindenki használható szakmával a kezében lépjen ki az iskolából, és lépjen be a felnőttek életébe. Tisztelt hölgyeim és uraim, summa summarum, azt akartam ebben a mai rövid együttlétünk alkalmával, ebben az egy órában elmondani önöknek, hogy mi nem legyőzni akarjuk a kormányt meg a politikáját. Túl akarunk rajta lépni. Mit is jelent ez? 1990-ben volt bennünk kellő bátorság, hogy bejelentsük, emlékszem jól, március 15-én történt, területi követeléseink vannak. Visszaköveteljük az idegen megszálló katonáktól az országunkat, mindazoknak a nemzedékeknek a nevében, akik harcoltak érte, akik újjáépítették. Mi magyarok akkor a saját országunkat követeltük vissza. A régi világ emberei kapkodták a levegőt, emlékszem. Hogy képzeljük ezt? És két év múlva az út széléről integettünk a távozó orosz katonáknak. Mi itt vagyunk, a Szovjetunió nincs sehol sem, kedves barátaim. Magyarország változást akaró nemzedékeinek ma pontosan ugyanezt kellene tenniük. Összefogni, együttes erővel és az elsöprő többség hangján ki kell mondani, hogy területi követeléseink vannak. Vissza akarjuk kapni a hazánkat, a saját országunkat azoktól, akik magánvállalatukként kezelték és csődbe vitték. Eljött az ideje. Eljött az ideje, hogy azok a nemzedékek, akik az elmúlt keserves évtizedek során vállukon vitték az országot, a világháború után újjáépítették, a diktatúra éveiben itt maradtak, és védték az értékeit, akik végig küzdöttük a rendszerváltást, most mindannyian együtt visszaköveteljük az országot azoktól, akik eddig csak hasznot húztak belőle, aztán megtönkretették. Mert az új irány, tisztelt hölgyeim és uraim, azt is jelenti, hogy mostantól ezeknek a nemzedékeknek a céljai lesznek az ország céljai. Nem az, amit a mindenkori kormány rájuk, ránk akar erőltetni. Az ország nem a kormány tulajdona, amivel azt csinál, amit akar. A politikusok és a vezetők megbízatása nem erről szól. Az ország az embereké, azoké az embereké, akik dolgoznak és küzdenek érte. Ez ilyen egyszerű. Magyarország mostani nemzedékei mostantól közösen kellene követeljék a közéletnek és a mindennapi életnek a reménytelenség emberei által megszállt területeit. Igen, területi követeléseink vannak a reménytelenséggel szemben, a hazugsággal szemben, a megszorításokkal szemben, a régi lejárt elittel és folytonos kudarcaikkal szemben. Teret követelünk az új gondolatoknak, új megoldásoknak, új eszközöknek, utat a jövőnek. Tisztelt hölgyeim és uraim! Ez a következő hónapok és hetek feladata. Ebben az európai parlamenti választás rendkívül fontos állomás lesz, amihez sok sikert kívánok az európai parlamenti választáson induló jelöltjeinknek. Kitartó és elszánt kiállással követelnünk kell a változást. Napról napra felmorzsolni a reménytelenség embereinek ellenállását. Ki kell mondanunk, minél tovább húzzák, annál mélyebbre kerülnek majd, amikor eljön az igazság és a számonkérés pillanata, ami el fog jönni. Ahogy kedves barátaim, eljön a nap, amikor mi, a változást akaró nemzedékek közösen elindítjuk majd Magyarországot egy új irányba, hogy a kialakuló új és nehéz világrenden megbecsült, tisztelt és erős országát tegyük. Új irány Magyarország, új irány magyarok!